Üdvözlök mindenkit a mai videó témája azonnali narcizmus teszt. Mondj mosolyogva nemet a mosolygó nem teszt. Külföldi csatornákon elég sokan foglalkoztak már itt az elmúlt időszakban ezzel a teszttel. Biztosan a nézők közül is sokan vannak, akik hallottak már erről a tesztről. Ez az úgynevezett mosolygó nem teszt. A mosolygó nem ezt, tehát azért kapta ezt a nevet, mert a lényege, hogy egy ilyen barátságos mosolyjal mondjunk nemet valakinek, akiről feltételezzük, hogy egy narcisztikus személyiség, és figyeljük meg a reakcióját. Ez a teszt ez segít megfigyelni, hogy hogyan is reagál ez az adott személy az elutasításra. A mosoly az pedig azért fontos, mert barátságosabbá teszi az elutasítást, így a másik személy reakciója az természetesebb lesz, és ez kevésbé befolyásolja ezt a feszült helyzetet, hogy valamire nemet mondunk. A mosolygó nem tesz, tehát egy egyszerű és praktikus eszköz lehet, annak előzetes felmérésére, hogy valaki az egészségestől erősebb narcisztikus vonásokkal rendelkezik-e. Azonban fontos azt is megjegyezni, hogy ez a teszt ez természetesen nem helyettesítheti a szakmai diagnózist, és számos tényezőt figyelembe kell venni, amikor valakit ilyen szempontból megítélünk, hogy ez az adott illető ez vajon narcisztikus-e valóban. Akkor most bemutatom az előnyeit és a korlátait ennek a tesznek majd miután ezeket bemutattam utána beszélek részletesebben erről a tesztről. Tehát először is ott van ennek a tesznek a, az előnye, hogy egyszerű és gyors, tehát a teszt az könnyen és nagyon gyorsan elvégezhető bármilyen mindennapi élethelyzetben ott vannak, amit meg lehet itt említeni az előnyöknél, hogy zárulkodó reakciók, amire figyelni kell, tehát az elutasításra adott reakciók, azok gyakran nagyon beszédesek, és sokat elárulhatnak az adott személy érzelmi és pszichés állapotáról, továbbá nem igényel mélyreható pszichológiai vizsgálatot, hanem ez egy nagyon gyors, egyszerű tulajdonképpen bárki számára. Ám természetesen egy ilyen egyszerű tesznek, hát számos korlátai vannak, először is fontos megjegyezni, hogy ez nem egy hivatalos diagnózist, a teszt az nem helyettesíti a klinikai diagnózist, és nem lehet százszázalékos biztonsággal meghatározni valakinek a személyiségzavarát, pusztán egy ilyen egyszerű teszten keresztül. Aztán ott van a szituációs tényezők, ugyanis az embereknek a reakciói azok sok tényezőtől függhetnek, mint például stressz, fáradtság, az éppen aktuális érzelmi állapot, tehát ha valaki mondjuk nem aludta ki magát, és rossz napja van, ballábbal kelt fel, és ad neked erre a tesztre egy nagyon ilyen morcos választ, akkor az nem jelenti azt, hogy narcisztikus, de te ennek ellenére elkönyvelheted annak, pedig az illetőnek csupán egy rossz napja van, ballábbal kelt fel. Értelmezés szubjektivitása, az, hogy valaki hogyan reagál az elutasításra, szubjektív lehet. Különböző emberek azok különböző módon értelmezhetik ugyanazt a reakciót. Így én inkább azt mondom, hogy ez a teszt, ez amolyan érdekességképpen szemléljük, ne vegyük azért annyira véresen komolyan. Az eredményeket azt mindig óvatosan kell kezelni és érdemes több tényezőt is figyelembe venni, mielőtt végleges következtetéseket vonnánk le csupán egy reakcióból. Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy vitathatatlan, hogyha egyetlen egy szót kellene mondanom, amit egy narcisztikus biztos, hogy ki nem állhat, az a szó a nem lenne az. Tehát gyűlölik, ha valaki nemet mond nekik valamire, nem tudják elfogadni, sok esetben egy narcisztikus ezt nem is tudja kezelni, ez pedig látható rajtuk. Miért működik ez a teszt? A B-klaszteres személyiségzavarok közös jellemzője, hogy ezek az emberek szüntelenül mások reakcióiból táplálkoznak, érzelmi reakcióiból. Lehet ez félelem, káosz, együttérzés, megvetés, vagy akár istenítő rajongás is. Tehát ezek a reakciók létfontosságúak számukra, hogy életben tartsák saját torz személyiségüket. Sok esetben az ilyen személyek azok, mint tudjuk, kizsákmányolóak, jogosultságérzettel rendelkeznek, főként narcisztikusok és a pszichopaták. A mosolygó nem teszt lényege nagyon egyszerű, mondjunk nemet az adott személynek, és figyeljük meg a reakcióját. Ez a módszer különösen hatékony lehet, mert a narcisztikus személyek nem tudják kezelni az elutasítást. Az elutasításra adott reakciójuk az nagyon sokat elárulhat a személyiségükről és a rejtett indítékaikról. A mosoly az pedig azért fontos, mert barátságosabbá teszi az elutasítást, így a másik személynek a reakciója az természetesebb lesz, kevésbé befolyásolja ezt a amúgy is kialakult, feszült helyzetet a nemre. Például, ha valaki kölcsön akar kérni egy könyvet, és mi mosolyogva mondjuk, hogy sajnálom nem tudom kölcsön adni, az adott személynek a reakciója árulkodó lehet, tehát ha dühösen reagál, vagy megpróbál valamilyen módon manipulálni, az egy intő jel lehet. Ez a könyves dolog, ez természetesen csak egy nagyon egyszerű példa, tehát ez bármivel be lehet helyettesíteni. Mondjuk, ha feltételezed valakiről, hogy narcisztikus, és azt mondja neked, hogy um, menjetek el moziba este, akkor mosolyogva mondj nemet. Tehát közölt, hogy most nincs kedved, egyetül szeretnéd inkább az estét tölteni. A narcisztikusok ki nem állják, ha valamiben nemet mondanak nekik. A reakcióik, azok ilyenkor meg lehet figyelni, hogy lehetnek Arogánsak, lenézőek, vagy a másik véglet, passzív-agresszív viselkedés, tehát megfigyelhető a sértődöttség, a csendelverésnek az alkalmazása. Narcisztikus vagy a többi B-klasterű személyiségzavarral küzdő emberek reakciói általában egy ilyen helyzetre túlzott düh és harag. Tehát a b clusteres személyek azok gyakran ilyen nagyon intenzív haraggal, dühel reagálnak, ha valamire nemet mondanak nekik. Ez a reakció viszont meg lehet figyelni, hogy aránytalan lehet az elutasítás mértékéhez képest. Meg lehet figyelni náluk a manipulációt és a büntetést. Tehát a B-klaszteres személyek azok gyakran próbálnak manipulálni, büntületot kelteni az elutasítás követően. Tehát lehet, hogy megpróbálnak azonnal büntületot kelteni, vagy később megbüntetni, akár napokkal, vagy akár hetekkel később. Meg lehet itt említeni az önérdekűséget és a jogosultságérzetet, tehát főként a narcisztikus emberek azok úgy érzik, hogy jogosultak a másik ember figyelmére és az erőforrásaira, és nem tisztelik a másik ember határait. Határátlépések és manipuláció is egy fontos rész, tehát a narcisztikus, az antiszociális személyiségzavaros és a borderline személyiségzavaros is Gyakran meg lehet figyelni náluk, hogy átlépik a partnerük határait. Ez gyakran finom manipulációval teszik, tehát úgy viselkednek, mintha közelebb állnának hozzánk, mint amilyen valójában a kapcsolatunk. Tehát ez egyfajta ilyen rejtett módszer, ez viszont arra szolgál, hogy több időt és figyelmet követeljenek meg tőlünk, és gyakran ezt úgy érik el, hogy szinte nem is vehető észre, hogy mi valójában manipulálva vagyunk, mert olyan finom módszerekkel teszik mindazt. Vagy itt egy példa a mindennapi életből egy ilyen nagyon kis finom manipulációra. Tehát ha például a kollégánk mondjuk csak néhány hete dolgozik velünk, de már is rendszeresen kéri a segítségünket a munkahelyi feladataihoz, aztán meg lehet az is figyelni, ha itt még ezen felül is a személyes problémáiról is állandóan traktál minket, akkor lehet, hogy finoman manipulál minket. Ha nemet mondunk egy ilyen helyzetben, és ő ezt a nemet ezt nem tudja elfogadni, hát az jelzés lehet arra, hogy határ átlépő viselkedésről van szó, köze lehet valamilyen erősségben egy mentális zavarhoz szerintem nagyon fontos, hogy nem csak az elutasításra adott azonnali reakciókat kell megfigyelnünk, hanem hosszabb távon is meg kell figyelnünk ennek az adott személynek a viselkedését. A narcisztikusoknál fontos, hogy maszkot viselnek, ez pedig időnként lecsúszik, amikor fáradtak, amikor stresszesek. Ezek a pillanatok, amikor a maszk egy kicsit félre csúszik, ez sokat elárulhat róluk. A narcisztikusoknak ugyanis, mint tudjuk, kiemelten fontos az, hogy hogyan ítéli meg őket a külvilág, ezért szociális maszkokat használnak, amik kedvező színben tüntetik fel őket, de néha ezek a maszkok, ezek félre csúszhatnak. Figyeljük meg például, hogy hogyan viselkedik ez az adott személy különböző szituációkban, ugyanis ha időnként váratlanul és aránytalanul reagál, az igen csak egy árulkodó jel lehet, például ha valakinél azt figyeljük meg, hogy kedves és udvarias a legtöbb esetben, de egy apró elutasításra vagy egy szimpla nemre, valamire egy kitöréssel reagál, ez igen, csak egy intő jel lehet, viszont nagyon fontos, hogy tényleg, hogy alázattal közelítsünk ezekhez a helyzetekhez, nem vagyunk képesek diagnosztizálni másokat hivatalosan, és még a legképzettebb, nagyon sok gyakorlati tapasztalattal rendelkező orvos számára is hívás lehet a pontos diagnózis felállítása. Ezért inkább a viselkedés mintázatok felismerésére és megértésére kell összpontosítanunk, és arra, hogy ezek alapján felismerjük azt, hogy vélhetően egy toxikus személlyel állunk szemben, a pontos diagnózist azt nem a mi feladatunk felállítani, és éppen elég, ha felismerjük azt, hogy ránk nézve ez adott személy, ez mérgező, és a saját mentális jólétünk érdekében távol maradunk tőle a továbbiakban. Összegezve ezt a témát, a mosolygón nem teszt, az egy egyszerű és gyors módszer, Elutasításra adott reakciók azok sokat elárulhatnak az adott személy valódi természetéről és motivációiról. Az ilyen tesztek azok segíthetnek abban, hogy jobban megértsük azokat az embereket, akikkel kapcsolatban állunk, és megfelelően kezeljük a toxikus viselkedésüket. Ez a teszt ez segíthet azonosítani, ha valaki nem tudja elfogadni a nemet, és ezáltal manipulál vagy dühös lesz. Az ilyen reakcióknak a felismerése és megértése segíthet abban, hogy egészséges határokat állítsunk fel, és kerüljük a toxikus kapcsolatok kialakulását. Ennyit erről a mosolygó nem tesztről. Köszönöm a figyelmet, ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot. Like a csatornámon nagyon sok videó van már feltöltve, közelítünk a 400-hoz. Lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalad a választ. Továbbá a csatornámon ott van egy kis kereső, ahova különféle kulcs szavakat beírva kidobja az adott videót, amire kíváncsi vagy. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy ennyi videónál használjátok a kereső funkciót. Köszönöm a figyelmet!